És nincs ez a szag. Milyen szag? Szokott itt lenni egy furcsa szag. Mindig azt szoktam gondolni, hogy a földből jön, mert itt szórták el nagyapám porát. Porlasztották? Hamvasztották. Az a fa például azóta nőtt oda. Úgyhogy mindig azt szoktam gondolni, hogy az belőle lett. Így alakult át. Na, szia, nagypapa. Ő Brigi. Köszönj a nagypapának. Na, komolyan köszönj neki. Csókolom. Ő is üdvözöl, és azt mondja, hogy rendkívüli öröm számára, hogy egy ilyen gyönyörű nő társaságát élvezheti. Ó, köszönöm. Azt is mondja még, hogy nevet tolakodásnak is bocsáss meg neki elragadtatását, de most, hogy jobban megnéz, bizonyos benne, hogy nálad elbűvölőbb, tökéletesebb teremtéssel nem, hogy az utóbbi időben, de egész életében nem találkozott. Köszönöm. Hozzáteszi továbbá, hogy csak úgy árad belőled a kedvesség és a tisztaság is, hirtelen nem tud mihez hasonlítani, mert nincs tehetsége ehhez a bizsergetően meleg költészethez, amivel téged össze lehetne foglalni. Köszönöm. De nagypapa! Mit mondott? Azt mondja, hogy rettentően resteli, faragatlan természetét, de nagyon kíváncsi lenne, majd lefeküdtél valakivel? Igen. Mit mondott? Azt mondja, hogy Továbbá azt kérdi, hogy kivel? Mindegy. Nem érdekes az egész. De nagypapa! Ne haragudj, de ezt tényleg nem kérdezhetem meg. Mit mondott? Ne haragudj, de én ilyesmit nem tolmácsolok. De kérlek, mondd el. Na jó, de csak akkor, ha megígéred, hogy mindenképpen válaszolsz rá. Megígérem. Na jó. Szóval azt mondja, hogy figyelte a kezeidet, és észrevette, hogy a körmei tövig le vannak rágva. És bizonyos hiányos pszichológiai ismereteire támaszkodva arra a következtetésre jut, hogy sokat maszturbálsz. Kérdése tehát a következő. Sokat maszturbálsz? Hát igen. És kérdi ő. Mit képzelsz olyankor? Hát az többször szokott lenni, hogy katonák jönnek, és én megalázó helyzetbe kerülök előttük. Mesztelen vagyok, vagy valami ilyesmi. Azt mondja, hogy... És hogy szeretne egy kicsit visszavonulni és elfantáziálgatni ezen a dolgon. Megismétli továbbá, hogy gyönyörű vagy, és nagyon sajnálja, hogy nem jöhet létre szexuális kapcsolat egy emberi lény és egy fa között. Továbbá tanácsolja, hogy üljünk le ide egy picit és pihenjünk meg. Egyébként néha egészen furcsa dolgok tudnak az ember eszébe jutni. A szexel kapcsolatosan mondom. Nem kell feltétlenül ahhoz a berátnak lenni. Tegnap éjjel is például azt álmodtam, hogy az utcánkat turistáknak mutogatják, mert annyi ott az öngyilkos. Folyamatosan ugrálnak ki az emberek az ablakon. Turisták meg fényképezik. Aztán valahogy ott vagyok én is. Aztán azt veszem észre, hogy te is ki vagy ugorva az ablakon. Ott hempergünk a járdán, neked meg szét van ott csomva a fejed, én meg megölellek, és ott hempergünk tovább. Hát szóval ez is furcsa. Egy hullával. Hát furcsa. Fázol? Nem. Merre laksz? A fényes udvarban. Hazakísérlek.
lépünk. És? Zsoli? Zsoli. Vicc.